Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Fürdők éjszakája, a Szekszárdi Strand is csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz. Tamási Bogrács mestere főzőverseny, 23. alkalommal mérték össze gasztrotudásukat a résztvevők. Roma hagyományőrzés Bonyhádon, autentikus táncokat mutattak be a fellépők. RC Offroad Magyar Bajnokság Szekszárdon, 64 spúrkerekes indult a Tolna vármegyei futamon. Idén is megtartották a fürdők éjszakáját a Szekszárdi Strandon. Az intézmény munkatársai egyedivé tették a programot, egésznaposra bővítették ugyanis azt. Így már kora délelőttől részt vehettek a látogatók különböző bemutatókon, versenyeken, vízitornázhattak, de még csúszda verseny is volt. A Strandok éjszakája országos rendezvénysorozathoz, melyet már 2010 óta tartanak, a Szekszárdi fürdő is csatlakozott. Az esemény kapcsán már egész nap zajlottak a színes programok az élményfürdőben. A mozgásművészeti stúdió táncosait vízitorna követte, ami nagy népszerűségnek örvendett. De volt kvízjáték is a medencében hűsölőknek, mindenféle nyereménnyel. Nagyon jó, már nyertünk egy jegyet, egy sörjegyet, amit elcseréltünk limonádé jegyre, úgyhogy most már minden jó. Közben egymást követték az előadások, bemutatók. Gyerekekkel jöttünk, nagyon szuperul érzik magukat, most pont csúszdáznak, úgyhogy nagyon szuper, jó programok vannak, minden nagyon szuper. A gyerekeknek ingyenes légvár biztosította a szórakozást a fürdőzés, csúszdázás mellett, amit nagyon sokan élveztek. Nagyon jól érzem magam, tökre örülök neki, minden szeretek csapanni a vízben, nagyon jó. Este pedig megkezdődött az igazi éjszakai fürdőzés élmény programja koncertekkel, vibe terasszal kibővítve a szórakozni vágyó közönség részére. Ezen a napon egyébként csökkentett belépőárakkal és mindenféle étel-ital akciókkal várták a vendégeket a Szekszárdi Strandon. Magyarországon népszerű és elterjedt a szoptatás, a csecsemők anyateljes táplálása pedig kiemelt családügyi prioritás, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn a Facebook oldalán a szoptatás hete alkalmából. Hornung Ágnes videó bejegyzésében kiemelte, hogy az anyatej a legmegfelelőbb táplálék a csecsemőnek a születéstől fél éves koráig. A szoptatás a gyermek táplálásán túl azonban többet is jelent. Megkönnyíti az anya és a gyermek közötti kapocs, az ős bizalom létrejöttét, emellett csökkenti egyes betegségek kialakulásának kockázatát a baba és az anya esetében is. A szakpolitikus közölte, hogy a magyar anyák 90%-a már a szülést követően a kórházban elkezdi szoptatni gyerekét, a csecsemő 94%-a pedig a szülést követő napokban mindenképpen kap anyatejet, ebben pedig jelentős szerepet játszik a Hungarikumnak számító védőnői ellátás. A szoptatás kifejezetten népszerű és elterjedt hazánkban. Jelentős szerepe van ebben a Hungarikumnak számító védőnői ellátásnak, az ő elkötelezett munkájukat ezúton is nagyon köszönöm. Kiemelt családügyi prioritás, hogy a csecsemők anyatejes táplálását a lehető legtöbb eszközzel segítsük, ezért célunk, hogy minden kismama részesülhessen valamilyen módon laktációs tanácsadásban. Vannak koraszülött csecsemők, akiknek az anyatej az életet jelentheti, és vannak édesanyák, akik szoptatási nehézségekkel küzdenek, ezért szeretném őket, valamint a többlettejet leadni tudó édesanyákat is megszólítani. A lakóingatlanok energia megtakarítását célzó felújításhoz kamattámogatott hitelt, illetve visszanemtérítendő támogatást javasol az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Az EVOSZ maximum 5 millió forint nagyságrendű kölcsön mértékéig javasolja a támogatást évi 5%-os kamatláb alkalmazásával. Emellett szerintük lehetőséget kellene adni 3 millió forint visszanemtérítendő támogatás igénybevételére is. Gépészeti felújításnál pedig további 1 millió forint visszanemtérítendő támogatást tartanak szükségesnek. A szakszövetség szerint ezekre az intézkedésekre azért van szükség, mert a 4,6 milliós magyarországi lakásállomány mintegy 80%-a már nem felel meg az energetikai elvárásoknak. Továbbá az EVOSZ azért szolgalmazza a lakóingatlanok energia megtakarítását célzó felújításokat, mert számításaik szerint azokból mind a felújítóknak, mind az építőipari vállalkozásoknak, mind pedig az államnak, az állami költségvetésnek
pozitív eredménye származna. Kellemes nyári délután finom ételek, jó társaság, baráti közösségek, rég nem látott ismerősök, színpadi műsor és jó hangulat, többnyire így foglalható össze a 23. Tamási Bogrács mestere főzőverseny, ahol minden korosztály jól érezhette magát. Úgynevezett babos káposzta készült a Bográcsban. Tamásiban 23. alkalommal rendezték meg a Bogrács mestere főzőversenyt. A megmérettetésen többek között helyi civil szervezetek, munkahelyi csoportok és baráti társaságok indultak. A legtöbbeket természetesen nem a trófea, inkább a jó hangulat és a közösségi élmény motivált. Amióta főznek Tamásiban, mi azóta minden évben főzünk, és mindig mi főzzük a legnagyobb kondérral. Serászkát fogunk csinálni. Szalonnát összevagdossuk, megpirítjuk, utána kiszedjük a pörcöt, és ebbe a zsírjába megfogjuk a lepencs tésztát, amit az este készítettem, pirítani, és akkor utána kerül bele burgonya, hát a slambuchoz hasonló. A Bogrács ételeket háromtagú zsűri értékelte, akik nem csak az ízeket, hanem az előkészületet és a tálalást is pontozta. A programon a város polgármestere is kötényt húzott és fakanalat ragadott, csülök körömpörköltet készített a település első embere. Nem a legnagyobb városi program, de én azt gondolom mindenképpen a leghangulatosabb, talán egy kicsit a legtamási, bár vannak, hála Istennek, környékbeli településekről is résztvevők, de nekem az egyik kedvenc program, ha lehet így fogalmazni, a tamási programok közül. A Tamási Bogrács mestere versenyhez a hagyományokhoz híven egy közösségi kiállítás is kapcsolódott. Idén klasszikus fűszertartókból állították össze a szervezők azt a tárlatot, amely egyébként a programot követően is megtekinthető lesz egészen augusztus 20-áig a Művelődési Központ folyosó galériáján. Július első felében megkezdődött a dinnye betakarítása, a gyümölcs idén is kiváló minőségű. A hazai termék fogyasztásával pedig a magyar családok megélhetését és a magyar gazdaságot támogatjuk, jelentette ki Nagy István agrárminiszter a tárca hétfői közleményében. A szakpolitikus emlékeztetett, hogy idehaza az előzetes becslések szerint idén körülbelül 125 ezer tonna görögdinnye és csak nem 10 ezer tonna sárgadinnye termésére számíthatunk. Hozzátette, hogy idén 1087 termelő 2821 hektáron termeszt a nagyobbik fajta gyümölcsből, ez 14%-kal több, mint a múlt évben. Sárga dinnyével 252-en foglalkoznak, mintegy 451 hektáron. Több mint 3 milliárd forintos keretösszeggel hirdett pályázatot a belügyminisztérium tanodák támogatására, jelentette be sajtótájékoztatón Radomszky Lászlóné, a tárca társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkára hétfőn. Kiemelte, hogy a 2024-es, 2025-ös, 26-os évekre vonatkozó pályázat mintegy 175-180 tanoda támogatását teszi lehetővé, több mint 5000 gyermek tudja a szolgáltatást igénybe venni. A szakember ismertette, hogy a programban a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, valamint a hátrányos helyzetű vagy halmozott a hátrányos helyzetű gyerekek vehetnek részt. Az esélyteremtő felzárkóztatás segítő kezdeményezésen a fiatalok olyan tanórán kívüli foglalkozásokra járhatnak, amelyek hozzájárulnak a szociokulturális hátrányok kompenzálásához, a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez, egyúttal a szabadidő hasznos eltöltését is segítik. Roma hagyományőrző napokat tartottak Bonyhádon hétvégén. A helyi kisebbségi önkormányzat szervezésében megvalósult rendezvénysorozaton a látogatók megismerhették az autentikus cigány táncokat és ételeket, a gyerekeket pedig ingyenes körhinta, ugrálóvár és hajfonás várta. Roma hagyományőrzésről szólt ez a nap Bonyhádon. A piac téren megrendezett egésznapos programsorozaton több csoport és helyi tehetség is fellépett. A táncosok az autentikus roma kultúra alapján adták elő táncaikat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon szeretem a cigánytáncot, mert már több éve is ezt csinálom. Szeretem. A tánccsoport vezetője elmondta, nagyon fontos, hogy megőrizzék ezáltal a kultúrájukat, a gyerekek tovább vigyék a hagyományokat. A nemzeti kultúrát tovább kell íveltetni a gyerekek körében. Hetente tartunk szakért a Decsi faluházba, itt a táncsoport, az esélyegyenlőség és az összefogás erősítése.
hogy a gyerekek ne kallódjanak el. A mára már hagyománnyá vált frizurakészítésnek is nagy sikere van mindig. A kisgyerekeinknek frizurát csináltatunk, ilyen kis újfajta frizurákat. 3 éves kortól egész 20 éves korig jönnek a lányok folyamatba, és ez egy kultúrá vált, hogy roma kisgyerekek így nézzenek ki. És mindenki készül, minden roma kisgyerek, hogy szépek legyenek. A Bonyhádi Roma Önkormányzat költségvetés egy részét mindig a hagyományőrzésre fordítja, programokat szerveznek, hogy a roma értékeket bemutassák és rendszeresen gyakorolják. Nyertünk egy pályázatot a 400 ezer forint készpénzben, és ezt a mostani rendezvényünknek a lebonyolítására fordítjuk. A mai programunkon 3 táncsoport vesz részt, ők nemzetiségi roma táncokat, autentikus roma táncokat adnak elő, illetve 2 helyi tehetség is megmutatja a tehetségét. Ők is egy ilyen mai zenét fognak előadni. Sok éve hagyomány már az is, hogy tanulmányi ösztöndíjat írnak ki a roma fiataloknak. Idén 8 diáknak sikerült ezt elnyerni, de rajzpályázatot is kiírtak, aminek nyerteseit különböző díjakkal jutalmazták a rendezvény első napján. Júniusban az ipari termelői árak átlagosan 6,4%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 29,8%-kal nőttek, az export értékesítésé 5%-kal mérséklődött, jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal. A nagy eltérést elsősorban az okozta, hogy az alapvetően hazai piacra termelő, azon belül nagy súlyt képviselő energiaipar belföldi értékesítési árai jóval meghaladták az egy évvel korábbiakat, miközben az export értékesítés díjai már csökkentek. Az ipari termelői árak alakulásában az alapanyagok drágulása és az előállítási költségek emelkedése, továbbá a forint euróval szembeni erősödése is szerepet játszott. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési ára 2,4, az export értékesítésiek 0,7%-kal csökkentek, így az ipari termelői díjak összességében 1,3%-kal mérséklődtek. Július utolsó szombatján megélénkült a Spurkerék Modellező Sportegyesület szekszárdi pályája, ugyanis a klub rendezte meg az RC Offroad Magyar Bajnokság 5. fordulóját. A Tolnavármegyei futamon 64-en indultak. Mondhatni, mérnöki pontosság szükséges az autóépítéshez, majd a pályán az irányítás nagyfokú precizitást és koncentrációt igényel. Az 5. fordulójához ért az RC Offroad Magyar Bajnokság, aminek ezúttal Szekszárd adott otthont. A Tolnavármegyei futamon 64-en indultak. A megmérettetésre az ország minden tájáról, például Pécsről, Győrből és Pápáról is érkeztek. A Magyar Bajnokságot úgy kell elképzelni, hogy 3 időmérő van. 3 időmérőből a 2 legjobb időmérő eredmény számít, és ezzel kvalifikálja magát valaki a 3 döntőbe. A 3 döntő egymás után egy körülbelül 1,5 órás különbségekkel fut le. Ezt azért kell megtartani ezt a különbséget, hogy az elektromosok tudjanak tölteni. 1 órát minimum biztosítani kell. A szekszárdi egyesület egyébként junior és pro kategóriában is kiemelkedő eredményeket ér el. A magyar bajnokság tabelláját jelenleg Eszenyi András vezeti. Rettentő nagy önszorgalom. Ugye a mai világban már látjuk, hogy a gyerekek számítógép elé ülnek be, tehát nyilvánvalóan itt fizikai jelenlét is kell. Itt vagyunk kint a tűző napon, nagyon meleg van, izzadunk, tehát nem feltétlen kellemes, viszont pont ezért az, amit kapunk vissza, a sikerélmény az sokszor örömbeli síráshoz vezet. A 2023-as RC Offroad Magyar Bajnokság utolsó, vagyis 6. fordulóját Győrben rendezik meg. Regionális híreink következnek. Gyűjtés és aratás Baranyában, a Magyarok Kenyere program népszerű a gazdák között. Élménytábor a Balatonon, 6 gyermekotthonból közel 100 állami gondozásban élő fiatal nyaralatónál. Albérletárak, megjelentek a piacon az egyetemisták. Búzagyűjtő napot tartottak a baranyai Sombereken a Magyarok Kenyere programhoz kapcsolódva. Tavaly 40 tonnát adományoztak a helyi gazdák jótékony célra. Idén még tart az aratás, így még nem tudni, mennyi gabonából készülhet liszt Baranya vármegyében.
Magyarok kenyere, 15 millió búzaszem olvasható a zsákokon, Sombereken, ahol búzagyűjtő napot tartottak pénteken. Stanics Balázs is csatlakozott az adományozó gazdákhoz, 400 kilogrammot ad. Az első alkalom, hogy adományozok búzát, és a Mária Kimendi anya otthon részére szeretném ezt felajánlani. Így a Magyarok kenyere adományozás keretében a Mária Kimendi anya otthon is részesül a búzából, illetve az abból készült lisztből. 2010-ben indult a Magyarok kenyere program. Ma a búzagyűjtés az egész Kárpát-medencében zajlik. 19 vármegyében és 15 határon túli gazdaszervezettel együttműködve gyűjtik a kenyérgabonát. Ahol szerencsénk van, ott helyi, regionális malmok örlik meg ezeket a gyűjtéseket, és aztán a lisztet mozgatjuk. És aztán, hogy hova mozgatjuk, én azt szoktam mondani, hogy ahogy a helyi gazdák felajánlása is helyben örlődik, itt az igény a lisztre is helyben keletkezik elsősorban. Baranya vármegye az a szerencsés megyék egyike, ahol nagyon sok adomány gyűlik, így egyelőre azt látjuk, hogy nincs annyi liszt igény az adományokra, mint amennyit ki tudunk osztani, így Baranya is becsatlakozott a tovább adományozók sorába. Karitatív szervezetekkel, önkormányzatokkal együttműködve juttatják el a lisztet a rászorulóknak. Idős otthonokhoz, gyermekotthonokhoz szoktuk eljuttatni, ilyen közétkeztetési helyekre, ahol azonnal föl tudják használni, és ha határokat átlépünk, itt szoktam mondani, hogy az alaptörvényünk okán is, az egymásért való felelősségvállalás címén is, az anyaország szokott gondolni a külhoniakra, így ahol még kiemelt igény van, mint tavaly Kárpátalján, illetve a Dévai Gyermekotthon szokott még egy ilyen kiemelt adományozott szervezetünk lenni, részükre jutattunk át akár kamiontételeket is lisztből. Jelenleg még nem tudni, hogy mennyi búzát fognak adni a baranyai gazdák. Tavaly 40 tonna búza jött össze, mondja a megyei elnök. Az adakozási kedv idén is nagy, így várhatóan hasonló eredmény születik. A Magyarok kenyere program 2010-ben indult az összetartozás egyében. Ma már a Kárpát-medencei magyarok mellett a nyugati tengeren túli diaszpóra magyarságot is bevonják a programba, akik jelképes mennyiségű lisztet kapnak és süthetik meg ebből a magyarok kenyerét. Hétfőn elkezdődött a jelentkezési időszaka a Pécsi Egyetem kollégiumi férőhelyeire a most felvett elsősöknek. Azonban itt a szociális háttér és a lakóhely távolsága alapján dől el, hogy kaphatnak-e az olcsóbb lakhatási lehetőségekből a diákok. Ha nem kerülnek be, akkor albérletet kell keresniük, amit egyedül fizetve jelentős anyagi terhet vállalnak magukra. Üresek még a Pécsi Egyetem kollégiumi szobái a ponthatárok kihirdetése után. Július 31-től várják a most felvett diákok jelentkezését a szálláshelyekre. Az egyetemnek a Baranyai Vármegye székhelyen 3320 férőhelye van, 7 kollégiumban. Ezeket a férőhelyeket az államilag támogatott hallgatók részére 17.550 forinttól 26.000 forintig biztosítjuk komfortfokozat szerinti besorolás alapján. Az önköltséges és költségtérítéses hallgatóknak pedig 22.100 forinttól 32.500 forintig biztosítjuk ugyanezeket a férőhelyeket. A felvétel az egy szociális pályázati elbírálás alapján történik, majd pedig az adott épületbe, adott férőhelyre történő besorolás az a hozott tanulmányi pontszám alapján történik. A felszereltségtől és felújítottsági állapottól függ, hogy mennyit kell fizetni a kollégiumi férőhelyekért. Ez az összeg azonban nem közelíti meg az albérleti árakat, a kollégiumban pedig még programokat is szerveznek, mondja az előnyöket Koltai Arnold. Több hallgató összeköltözik egy albérletben, akkor is nagyjából 50-60 ezer forint plusz rezsi alatt nem nagyon fog tudni kijönni. Itt a legdrágább férőhely, amit az önköltséges hallgatóknak biztosítunk, 32.500 forint, tehát számottevő különbség egy albérleti helyhez képest, ezen kívül pedig természetesen a saját szakmai közösségében, saját korcsoportjában kerülnek elhelyezésre a hallgatók. Színesítjük a hallgatói életet, amennyire bírjuk, évente több mint 400 rendezvényt szervezünk az egyetemi hallgatói önkormányzattal karöltve, és számtalan rendezvényt a kollégiumokban. Jelenleg egy kétszobás lakásbérleti díja 150 és 200 ezer forint között van Pécsett. Ehhez jön még a rezsi, illetve két havi kauciót is ki kell fizetni a tulajdonosnak a bérbevételkor. A háromszobás lakásokat lehet kijönni a legkönnyebben, tudtuk meg egy ingatlan szakértőtől. Ezek havi bérleti díja 270 ezer forint körül van a Baranyai Vármegye székhelyen.
Aki inkább kollégiumi elhelyezést szeretne, és most kezdi az egyetemet, augusztus 16-áig adhatja be a jelentkezését elektronikusan a Pécsi Egyetem Hallgatói Önkormányzatához. 8. alkalommal rendezik meg a Szülők Háza Közhasznú Alapítvány nyári táborát a Balatonparton. A Tegyél Jót elnevezési akcióban 6 intézményből mintegy 100 állami gondozásban élő fiatal vesz részt. Közülük sokan először járnak a magyar tengernél. Közös tánccal, énekkel készültek az esti gálaműsorra a gyerekek Balatonfenyvesen. A Szülők Háza Közhasznú Alapítvány idén 100 fiatal kikapcsolódásáról gondoskodik. Nagyon jó a közönség is, a csapat egészen jó, mindenkire lehet számítani, mindenki segít mindenkinek. A táborban ma már olyan fiatalok is részt vesznek segítőként, akik egykor táborozóként voltak jelen. Hát például ma vízibombáztunk, strandoltunk, vízibicikliztünk, hajókirándulás, fagyizás, tábortűz, nyásolás, egy csomó vetélkedő, sportok, szerintem nagyon jó telnek. A Szülők Háza Közhasznú Alapítvány évről évre élményprogramokkal segíti a nehéz sorsú, otthonban nevelkedő gyerekek nyaralását. Az első Tegyél Jót tábort 8 éve rendezték meg, akkor 40 gyerekkel. Ezeknek a táboroknak az a célja, hogy legyen lehetőség fogadni például önkénteseket, akik eltöltenek órákat, napokat a gyerekekkel. Szeretnénk megnyitni az állami gondoskodásban élő gyerekek világát a társadalom felé, hogy egy pozitív befogadást érjünk el a számukra, hogy meg tudjuk mutatni, hogy ők egyrészt mennyire nehéz élethelyzetből kerültek a gyermekotthonba, hogy ott is szükségük van szeretetre, támogatásra, nem csak a nevelők részéről, de részünkről is, emberekről, a társadalom részéről, és hát nem utolsó sorban élményeket szeretnénk átadni a gyerekeknek. A táborban számtalan barátság is kötődik, így a gyerekek minden évben várják, hogy újra találkozhassanak egymással. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Fürdők éjszakája, a szekszárdi strand is csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz. Tamási Bogrács mestere főzőverseny, 23. alkalommal mérték össze gasztrotudásukat a résztvevők. Roma hagyományőrzés Bonyhádon, autentikus táncokat mutattak be a fellépők. RC Offroad Magyar Bajnokság Szekszárdon, 64 spúrkerekes indult a Tolna vármegyei futamon. Kedden az ország nagy részén változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrt napsütéses idő ígérkezik, 30 fok körüli csúcshőmérséklettel. Délután északnyugat felül egy hideg front éri el hazánkat, és felhőzet vastagodással, szélerősödéssel, esővel, záporokkal, helyenként zivatarral vonul át először északnyugaton, majd este a Dunántúlon, éjjel keleten a front és reggel már el is hagyja az országot. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!